A tolnai óvodákban a nevelési év közelettével tanévnyitó értekezetet tartottak, ahol a pedagógusoknak munkavédelmi oktatáson, majd egy adatvédelmi tájékoztatón kellett részt venniük. Itt minden olyan fontos információt megkaptak az adatvédelemmel kapcsolatban, amire az év folyamán szükségük lehet. Délután pedig az óvónőket és a dajkákat érintő feladatokról esett szó. Ugye az előző nevelési évben a felmérések, értékelések alapján, hogy a gyermekeknél milyen területeken kell fejlesztéseket végezni, mikor várhatóak a szünetek, ugye az energiatakarékossággal kapcsolatban is felhívom a figyelmeket, aztán a jogszabályi változásokkal kapcsolatban, és ami nagyon fontos, hogy az elmúlt év folyamán, amilyen személyi változások történtek, azokat fogom velük megosztani. Tolna 5 kisded óvójában körülbelül 278 gyermek kezdi meg szeptember 1-én a nevelési évet, hozzájuk csatlakoznak majd folyamatosan a harmadik életévüket betöltött kicsik, így velük együtt a hónap végére körülbelül 340 gyerek népesíti majd be a város óvodáit. Lesz olyan telephely, amely már szeptember végére teljes teltházzal lesz, a többi óvodában is 2-3-4 férőhely van csoportonként, év végére várhatóan olyan 380 körülre fog telítődni. Ez attól függ, hogy évközben esetleg még mennyien fognak költözni. Az év folyamán reméljük, hogy most már vissza tudunk állni ugye a régi kerékvágásba, és mindegyik óvoda a saját programját a szülők körében megtarthatja majd. Ebben nagyon bízunk, mert azért a szülő és a pedagógus gyerekek közötti kapcsolatot ezáltal jobban tudjuk építeni. És még amit nagyon szeretnénk, és kapcsolatban állunk a fenntartóval, hogyha nem tudom, hogy melyik évben várható egy nagyobb pályázat, és akkor ígérték meg, hogy az óvodák udvarait fogják fejleszteni. Ezt nagyon várják az óvodák, úgyhogy bízunk benne, hogy esetleg erre az idei évben sor kerül. 3 új óvonő is csatlakozik az évkezdéshez, és látja majd el a kicsikkel kapcsolatos pedagógiai feladatokat. Egy csoportban lesz egy óvonéni egyedül, de a fenntartó felé egy kérelmet írok, mert van egy olyan dajka a szervezetünkben, aki most lesz végzős hallgató óvónőként, és szeretnénk őt kiemelni pedagógiai asszisztensi státuszba, hogy ő akkor tudná segíteni az óvónőnek a munkáját ebben az évben. És bízunk benne, hogy ez sikeres lesz. Nagyon jó helyzetben vagyunk még az országos szinthez képest. Eddig lekopogom, minden évben sikerült óvónőt találnunk, és most már ugye változott a törvény, és vissza lehet foglalkoztatni a nyugdíjasokat is, úgyhogy a nyugdíjat megtarthatják ebben a nevelési évben, és van már olyan nyugdíjas pedagógus, aki jelentkezett, hogyha esetleg lesz hiány, akkor ő szívesen visszajönne dolgozni. Úgyhogy bízom benne, hogy a jövő évben is találunk még pedagógust, mert most ebben a nevelési évben is 3 pedagógusunk nyugdíjba fog menni, és a fiatalok között meg várható, hogy esetleg valaki még gyesre megy. Szeptember 1-én tehát kinyílnak az óvodakapuk, és közel 350 gyerek népesíti majd be a város óvijait.